Köszöntöm a kedves nézőket! A Szociális Bizottság júniusi üléséről szeretnék beszámolót tenni. Első napi rendi pontunkban a Bábolnai százszor szép óvoda és bölcsöde munkájáról szóló beszámolót hallgattuk meg intézményvezető asszonytól, aki elmondta, hogy 128 kisgyermek jár az intézménybe, ez 85%-os kihasználtságot jelent. Rendben zajlott az év, minden előre betervezett programot sikerült megvalósítani, sőt pályázati úton 4 EFOP-os és kétő Betlen pályázat segítségével több még érdekes színes program is bekerült a áprilisi-májusi időszakba. 33 kisgyermeket irattak be a következő tanévre, 10 jön a bölcsiből, most pedig iskolába ment 44 nagycsoportos kisgyermek. Májusban nyugdíjba vonult 3 óvónéni, a helyükre 26-ától fognak érkezni az új dolgozók. Második napirendi pontunkban a Bábolnai Általános Iskola beszámolóját tárgyaltuk. A Tatabányai Tankerület központi keretein belül működik az iskolánk. 300 fő tanuló jár Bábolnára, 22 a Banai telephelyre. Igazgatóasszony beszámolójában olvashattuk, hogy a pedagógus hiány és a rengeteg adminisztráció jelentősen megnehezítette az itteni iskolai évet is. Ennek ellenére rengeteg program, külön foglalkozás valósult meg, nagyon szép versenyeredményeket értek el a diákok. 37 nyolcadikas kisgyermek ballagott, mindnyájukat felvették a választott középiskolába. A Banai tagintézmény működése is zökkenőmentes volt. Harmadik napirendi pontunk a Ritmus Alapfokú Művészeti Iskola beszámolója. Az ide beiratkozott tanulók száma 76 fő, ebből Bábolnai 63 fő. A tanév során 44 fellépésük valósult meg, több versenyen vettek részt, és az egyik tanulót zeneművészeti szakgimnáziumban folytatja majd a tanulmányait. Művészeti alapvizsgákat is tettek a gyermekek 4-en, Somogyi Ádám trombita, Farkas Boglárka modertánc, Osbát Natália modertánc és Német Mátyás dráma és színjáték szakon. Negyedik napirendi pontunk volt a Bábolnai Sportegyesület beszámolója. Az egyesületnél ügyvezetőváltás történt az idén. Az új ügyvezető Zsidi Sándor jelen volt az ülésünkön. Elmondta, hogy a váltás zökkenőmentesen történt. Versenyekben és mérkőzésekben gazdag évet zártak. Kiemelte a foci utánpótlás tevékenység kiemelkedő volt, tehát nagyon sok kisgyereket sikerült bevonni. A fociban nagyon jó hangulatban telnek a edzések és a mérkőzések. A női foci csapat bajnokként zárta az évet. Kicsit fájóan említette a kézilabda szakosztály szüneteltetését, ennek a fő oka az, hogy nem találtuk olyan szakembert, szakedzőt, aki a TAO pályázati feltételi rendszereknek megfelelne, illetve az érdeklődés is egy kicsit megcsappant ebben az irányban. Ötödik napirendi pontunk volt a Bábolnai Alapszolgáltatási Központ hatósági ellenőrzése. A Komárom-Esztergom megyei kormányhivatal hatósági főosztályának szociális és gyámügyi osztálya ellenőrzést tartott a Bábolnai Alapszolgáltatási Központnál. Az ellenőrzés kapcsán hiányosságok megállapítására került sor, ezek megszüntetésére 2019. szeptember 10-ig biztosítottak határidőt. Az intézmény vezetőre vonatkozó előírás értelmében a Bábolnai Alapszolgáltatási Központ vezetője megtette a szükséges dokumentációs korrekciókat. Hatodik napirendi pontunk volt a Nemzeti Művelődési Intézet felhívása. A Nemzeti Művelődési Intézet a Közösségi Művelődés Országos Módszertani Háttérszervezeteként kiemelten fontosnak tartja a közművelődési szakemberek minél szélesebb körű elismerését, ezért 2019-ben több szakmai díj alapításával csatlakozik a közművelődési kitüntetések rendszeréhez. A Nemzeti Művelődési Intézet a díjak átadásával kívánja kifejezni szakmai megbecsülését azon személyek, szervezetek, közösségek irányába, akik kiemelkedő és magas szakmai színvonalú közösségépítő értékfeltáró tevékenységet végeznek. A felterjesztési határidő augusztus 1-e, megtettük a javaslatainkat. Egyebek napirendi pontunk nem volt, zártülés keretében segélykérelmek elbírálására és adományozására került sor. Köszönöm szépen a figyelmüket, mindenkinek tartalmas, szép nyarat kívánok, viszontlátásra!